Krúdi Gyula, az ügynök karácsonya. Egyszer egy öreg ügynök bácsi a kávéházba ment, és midőn kalapját és kabátját a fogasra felakasztotta, csodálkozva tapasztalta, hogy húg-hugó úr, prémes téli bundája, amely szokás szerint a fogason megelőzi az öreg ügynök bácsi téli kabátját, nincsen a helyén. Sőt, sehol a kávéházban nem látható. Az öreg ügynök bácsi dörmögött valamit magában a húk úr hanyagságáról és pontatlanságáról, aki az esti tártli kártyázást ígyen késlelteti, és mérgesen ült le a márványasztalhoz. A nagybajuszú pincér, aki a saróból előjött, azt kérdezte az öreg ügynök bácsitól, hogy mivel szolgálhat. Az öreg ügynök mérgesen nézett a nagybajuszú pincérre, és éppen valami gorombaságot akart felelni, de röviden csak annyit kérdezett, hogy Húk Hugo úr nem volt-e a kávéházban? A nagybajuszú pincér megcsóválta a fejét. Nem, felelt, és nem is hiszem, hogy ma eljöjjön a kávéházba. Megbolondult, dörrend fel az öreg ügynök bácsi. Nem bolondult meg, folytatta a nagybajuszú pincér. Húk Hugo úr nem szokott megbolondulni de ma nem jön a kávéházba, mert ő nagysága nem engedi el hazúról. Ha, – Haha! – nevetett az öreg ügynök bácsi. – Ő nagysága nem engedi a kávéházba húgurat? A nagybajuszú pincér búsan csóválta a fejét. – Nem, nem nagyságos uram, nem engedi a kávéházba, mert ma karácsony este van. – Ha! – morgott az öreg ügynök bácsi. – Erre nem is gondoltam. Úgy látszik, ma játék nélkül maradok. Adjon hát egy világos kapucsinert! Az öreg ügynök bácsi kávéját kavargatva üldögélt és szórakozottan járatta végig a tekintetét a kávéházon. Eddig még jóformán meg sem nézte ezt a kávéházat, ahová vagy húsz esztende jár esténként. Nem látta a tükörablakokat, sem a képeket a falon, de még a nagybajuszú pincért sem vehette soha szemügyre mert ebben a kávéházban a magfelsőn és társain kívül egyébre ügyet nem vetett. Naponta három-négy óra hosszat ügyelte a magfelsőt, akkor hirtelen elálmosodott és hazasietett megint anélkül, hogy körbenézett volna. Most tehát nézegetett kedvére, bár százszor inkább foglalatoskodott volna a magfelsővel, mint a füstölbarna barna aranydíszítésekkel és a ragyogó gázlámpákkal. A nagybajuszú pincér sem érdekelte sokáig, és mérgesen dobta a földre a képes újságot, amelynek első oldalán egy angyal fenyőgajat tartott kezében. Mi hasznom van nekem a karácsonyból? kérdezte magában elkeseredve. Az a hasznom van, hogy nem kártyázhatom. Útálatos az élet. Gyorsan kifizette a kávéját, és éppen olyan hangosan vágta be maga után a kávéház ajtaját, mintha tizenkét párti tártlit veszített volna egymás után. Pedig egyet sem veszített fájdalom, mert nem játszhatott. Időközben megerett a húesés, és az elnéptelenedett utcán tompán hangzott egy elkésett kocsi gurulása. A legtöbb ablakból világosság sugárzott ki, és a gyalogjárót befőtte hómezőn, csak itt-ott látszott emberi nyom. Megbolondultak az emberek, Morgott magában az öreg ügynök bácsi. Mintha egyik este nem éppen olyan volna, mint a másik. Egy ostoba ünnep miatt kell nekem nélkülözni a megszokott szórakozásomat. És magában nagyokat káromkodott, mintha valami üzleti kellemetlenség érte volna. Azaz, hogy mégse úgy, mert az üzleti kellemetlenségekhez hozzáedződött, De a tétlenséget, amelyre az ünnepeste kényszerítette, sehogyan sem szokta meg. Először azt határozta magában, hogy hazamegy, és a paplan alatt mérgelődik tovább. De sehogy sem tudta megtalálni az utat hazafelé, miután éjfél előtt még eddig sohasem ment volt haza. Megállt egy utca sarkon, és azon gondolkozott, hogy hová menjen, ahol agyon üthetné az időt. A sarkon hirdető oszlop állott, rajta a színházak, mulatóhelyek cédulái, mind zárva, egytől egyik zárva. Hallatlan! Dühöngött magában az öreg ügynök bácsi. Még az orfeum is zárva van. Olyan keservesen érintette ez a sérelem, mintha minden este az orfeumba szokott volna járogatni, pedig harminc esztendeje nem volt benne. A kalapját a szemébe húzta, és a fejét lehajtotta, mint olyankor, midőn húg -húgó úr a négy felsőt mondja be ellene, bár ma este nem mondta be és bár bemondta volna. Az öreg ügynök bácsi még ezt a kellemetlenséget is elviselni most, csak ne kellene az utcákon őgyelegni. Szomorúan bandukol tovább. Haragja elmullott, és lassan valami mély csüggedés ereszkedett rá, mint negyven esztendővel ezelőtt, március harmadikán, midőn először ment tönkre. Azóta sokszor tönkre ment, és csüggedni elfelejtett. Azért nagyon leverte ez az érzés, és elgondolta magában, hogy egyedül, egészen egyedül van a világon. Még Húk Hugo, aki kártyázás közben értesült azon örvendetes családi eseményről, hogy a felesége gyermeket szült, de a párti befejezés előtt nem kérdezte meg, hogy fiú-e vagy leány az érkezett. Ugyanaz a Húk Hugo. De minek részletezzük? Húg Hugo egy teljesen megbízható ember volt. De csak volt, volt. Így csalatkozik az ember legtöbb reménységében. Az öreg ügynök bácsi azon vette magát észre, hogy valami mélységes keserűség fogja el, amint a néptelen utcán tovaballag. Mind elhagytak, morogta magában, de én megmaradok a helyemen, én megmaradok a helyemen bár nem tudta volna teljes bizonyossággal megmondani, hogy miféle helyen marad meg. Útjában visszatért a kávéház elé, mert titokban azt remélte, hogy húkugó mégiscsak módját ejtette valahogyan, hogy megszökő hazúról és nem hagyja cserben öreg barátját. Legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy a kávéház, amelyet sohasem csuktak be hajnal előtt, zárva van. Az öreg ügynök bácsi erre már nem tudott egyebet tenni, mint keservesen felkacagott. <laughs> – Még a kávés is cserben hagy! Még az a nyomorult kávés is, ahol annyi kártyapénzt hagytam! Mind gazok az emberek! Most már igazán nem lehetett egyebet tenni, mint szépen hazamenni. De még csak tíz óra volt, éppen csak tíz óra volt. Az öreg ügynök bácsi elkeseredve motyogta magában. Még csak tíz óra! Tíz óra! Mi csinálok én otthon tíz órakor? Teljesen összetörte a magános este, és a közeli halára gondolt, pedig a halál eddig sohasem jutott eszébe. Ha fiatalabb volnék, segíthetnék magamon. Keresnék valami szerencsétlen magányos leány, akivel elbeszélgethetném az időt, de már öreg vagyok. Túlságosan öreg vagyok nem marad számomra más, mint a halál. Különben az üzletek sem mennek a legjobban. És midőn már végleg elkeseredett, midőn már megunta az egész életet, hirtelen egy reménysugár villant át az agyán. Mi történne, ha felkeresné húk a lakásán, hol szomorú rapságban senyved? Talán megbilincselve, megkötözve, kalapja cipője eldugva, s ő megérkezne, mint szabadító? Hollá, öreg húg, jövök! Kiáltott fel az öreg ügynök bácsi, és érezte, hogy visszatér fiatalos eréje. Gyors léptekkel indult neki a havas utcának, és olyan könnyedén lépegetett, mint 25 év előtt november 4-én, midőn egyik legnagyobb üzletét csinálta meg. – Jövök, öreg húg! – kiáltozott az elhagyott utcán, és nagyokat lélegzett. Sokáig keresgélte a házat, amelyben húghugó úr lakott, mert hiszen még sohasem volt a legbensőbb barátja lakásán. De végre oda és becsengetett az ajtón. Az ajtót maga Húk Húg nyitotta fel, és a csüggeteg öreg férfiú arcán, amint az ügynök bácsit megpillantotta, a legnagyobb öröm kifejezése tükröződött. – Benedek bácsi! – kiáltotta. – Hihetek-e a szememnek? Hihet, húgúr, bátran hihet, felelt kézdörzsölgetve az öreg ügynök bácsi. Eljöttem a tegnapi parti kiátszására. Remélem, akad a ház körül egy pakli svájci kártya. Akad, hogy ne akadna, mormogta boldogságtól remegő hangon húgúr. Bemutatom a feleségemnek, ezek pedig a gyerekeim. Az öreg ügynök bácsi félváról bólintott húg húgóné felé, a gyerekekre azonban már ügyet sem vetett. Nézze meg, Benedek úr, a karácsonyfánkat, szólalt az asszony az asztal közepén álló fenyőfára mutatva. Szép, nagyon szép, morogta az öreg ügynök bácsi. Hanem jó volna ezt a fát a saróba állítani, mert az asztalon játszani fogunk. Úgy van, kiáltotta neki vidámodva húgúr. Nézzünk az üzlet után. Pesti napló. 1908. December 25.